Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Isten a Fidesz országgyűlési képviselője és kommunikációs igazgatója a koalíciós kormány párti képviselőknek. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És akkor, ha megengedi a kötelező köröket, 5783 Nisan havának 9. napján vagyunk, javába a Ramada első hetébe vagyunk, hamarosan ránk köszönt 5-én a zsidó húsvét a Pészák, 4-én lehet utoljára kenyeret enni, és 5-től már a lakásnak tisztának kell lenni, és a kovászt valamelyik rabbinak eladni. És utána természetesen jön keresztény testvéreink nagy ünnepe, pedig a húsvét. De ne felejtsük el azt is, hogy akit ünnepelünk, az eredetileg zsidónak született. Úgyhogy egy kicsit próbáljuk meg szeretgetni egymást, erre most nagy szükség van. 2023. március 31-e van, és pénteken az Árpádok ünnepelnek. 218 évvel ezelőtt született Hollander Leó, honvédtiszt, éremgyűjtő, nagykereskedő. A nap folyamán rá is emlékezni fogunk, és már is folytatjuk, illetve megkezdjük beszélgetésünket Hollik Istvánnal. Milyen volt ez a parlamenti hét, mert nagyon sok munkájuk volt. Ugye nem fejeződött be, mert ma fontos szavazások állnak előttünk, köztük két harmados szavazás. Hány órakor kezdene? 11 órakor. Talán ami a legfontosabb, mint a szavazások kezdődnek 11 órakor, ami a legfontosabb, hogy ugye már a kormánynak veszélyhelyzetben lehetősége van a költségvetést saját magának módosítani, de ettől függetlenül a kormány nem tért el attól a alkotmányos hagyománytól. Meg így hogy, nem? Így van, hogy a költségvetést az országgyűlés fogja módosítani, erről fogunk ma szavazni. És hát a másik ugye, itt most már több mint egy éve zajlik a szomszédunkban a háború, és mi úgy gondoltuk, hogy egy év után ki kell fejeznünk újra és újra azt, hogy Magyarország a béke pártján áll, és ez egy békepárti határozati javaslatban öltött testet, és erről a határozati javaslatról is ma fogunk szavazni. Ugye úgy kezdődik ez a javaslat, hogy Magyarország a békepártján áll, elítéljük az orosz agressziót, és elismerjük Ukrajna önvédelemhez való jogát. Azaz, aki ezt a határozatot nem szavazza meg, az a háború pártján áll. Aki megszavazza, az a béke pártján áll. Ez ilyen egyszerű. Nekem komoly problémám van az időzítéssel. Az időzítés az, hogy tegnap kiderült, hogy Oroszország, ugyan Oroszország Budapestre akkreditált nagykövete próbált ezen helyesbíteni, hogy Magyarország nem a baráti listán van rajta. Ez mit jelent tulajdonképpen? Hisz abszolút, mint Svájc, megfigyelők vagyunk. Az első között érkezett oda a magyar miniszterelnök Orbán Viktor, hogy segítse a béketárgyalásokat, vagy hogy megkezdje, vagy fölajánlja a küldetését. Akkor mi az, hogy mi nem barátságosak vagyunk? Mi mindent a magyarok szemszögéből nézünk, és számunkra első a nemzeti érdek. Én nem csodálkozom, hogyha más is így cselekszik. Szerintem az orosz-magyar kapcsolatok esetében, úgy, ahogy egyébként Oroszország, bármelyik más ország tekintetében való kapcsolatára is igaz ez az állítás, amit mondok, hogy mi azon az állásponton vagyunk, hogy nem szabad bezárni legalább a diplomáciai csatornákat Oroszország irányába. Mi is ebben a békepárti határozatban világossá tesszük immár másodszor, hogy Oroszország az agresszor ebben a háborúban. Ettől függetlenül Magyarország bár sokat tett az energia függetlenség érdekében, de mi továbbra is függünk az orosz nyers anyagtól.
kőolajtól és a földgáztól egyaránt. Tehát Magyarországnak az az érdeke, hogy az energia továbbra is jöjjön Oroszországból, amellett, hogy mindent meg kell tenni a béke elindítás és a béke tárgyalások megkezdése érdekében. Itt a hajnali közlemények között látok egy magyar külügyminiszter Szijjártó Péter által közzétett közleményt, melyben ő azt mondja, hogy a listán az összes európai tagállam ott van, mint nem baráti, tehát lehet, hogy akkor ezért vagyunk fönn, mert az összes európai tagállam. Menjünk tovább a kérdések sorozatába. Én a héten vendége voltam az egyik hírtelevíziónak, ahol azt találtam mondani, hogy mint két ikertestvér hasonlít az újkori zsidó állam, Izrael és Magyarország magára egymásra, hisz mind a két állam szövetséges az Amerikai Egyesült Államoknak. Viszont ott valami, mintha nem lenne rendben. Az amerikai elnök, és nem foglalkozom azzal, hogy eltéved vagy nem téved el, de titkos üzeneteket küldött a miniszterelnöknek, az utolsó pillanatban hívták őt meg, és azt is csak Lavianon keresztül, tehát felvételen, műhold segítségére erre a demokratikus konferenciára. Egyáltalán milyen demokráciáról beszélünk, hogyha úgy tűnik, hogy az amerikai elnök nem ő vezeti? Előre elnézést kérek, higgyék el, hogy eléggé atlantista, és tisztában vagyok a dolgok, de úgy tűnik, mintha nem is ő vezetné az Amerikai Egyesült Államokat. Akkor itt milyen demokráciáról, miről beszélünk? Azért azt fontos leszögezni, hogy számunkra nagyon fontos a országok közötti jó kapcsolat, és az is fontos, hogy tiszteletben tartsuk egy másik ország szuverenitását. Éppen ezért mi ragaszkodunk ahhoz. Ennek nem két oldalúnak kell lenni? De így van, ezt el is várjuk, mert hogy mi egyébként azt mondjuk, hogy nekünk semmi közünk nincsen például az amerikai belpolitikához, ezért nem is foglalunk állást amerikai belpolitikai kérdésekben, mert nem a mi dolgunk, hanem az amerikaiaké. Viszont elvárjuk ezt fordítva is, hogy például a magyar belpolitikába ne szóljanak bele amerikai kormánytisztviselők, vagy éppen civil szervezeti vezetők, hiszen a magyar demokrácia jó állapotban van, voltak szabad választások, mindig is azok voltak az elmúlt 30 évben, és ott a magyar emberek meghozták a döntésüket, és még hogyha ez nem is tetszik valakinek, akkor is ezt el kell fogadnia, és tiszteletben kell tartania, és amikor a magyar demokráciát kritizálják, akkor azt gondolom, hogy a magyar emberek demokratikus vélemény nyilvánítását kritizálják, ezt pedig nem kéne. Mielőtt föltettem önnek ezt a kérdést, a kora hajnali órákban, ennek megfelelő amerikai időben egy magasrangú amerikai kormánytisztviselővel beszéltem, aki azt mondta, hogy én rosszul látom a helyzetet, mert pontosan azért engedik meg maguknak, hogy úgy Izraelnek, mint Magyarországnak baráti tanácsokat adjanak, mert ha valaki a szövetségesük és úgy érzik, hogy baj felé sodródnak, akkor szólni kell, hogy vigyázott síkos az út. Köszönjük szépen, minden baráti tanácsot meghallgatunk és megfontolunk. Na kedves nézőim, ebbe tegyenek rendet, hogy itt tulajdonképpen miről van szó. Bízunk benne, hogy időben mind a két országot mindig és mindenhova meghívják, és komolyan veszik. Akkor menjünk tovább. Ugyan még odébb vannak az európai és a helyhatósági választások, amit nagyban befolyásolni fognak ezek az akkumulátorgyárak, de például debreceni civilek arra kérték a politikai pártokat, főleg azokat a pártokat, akik az elő közvélemény kutatás szerint lehet, hogy alig jutnának be a parlamentbe, ha lennének a választások, hogy szálljanak le az ügyre és hagyják, hogy a helyi civilek intézzék a saját dolgaikat. Mi lehet ennek a hátterében? Azt nem tudom. És azt gondolom, hogy a debreceni akkumulátorgyár ügyében nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy megnézzük, hogy miről is van szó. Tehát azt szerintem teljesen nyilvánvaló mindenki számára, hogy az elektromos autózás, az elektromobilitás jelenti a jövőt, és ez még úgy is igaz, hogy most ugye
nagyon úgy tűnik, hogy Németország behúzza a kéziféket, és hogy föllazítanák azt a egyértelmű szabályt, hogy 2035 után már csak elektromos autókat lehet forgalomban állítani Európában, még hogyha ez most nagyon úgy néz ki, hogy nem is teljesen így lesz, de az, hogy az elektromobilitás a jövő, az egészen nyilvánvaló, ahogy az is egészen nyilvánvaló, hogy egyre több olyan kütyűt, autót használunk, amely igényli az akkumulátort. Azt is mondhatnám, hogy az akkumulátor lehet az az alkatrész, amely szimbolizálhatja a 21. század gazdaságát, hiszen anélkül tulajdonképpen a gazdaság működésképtelenné válna valószínűleg 5-10 éven belül. Tehát az, hogy legyen akkumulátorgyár, az nem csak a magyar gazdaság jövőjét jelenti, hanem tulajdonképpen a szuverenitásunk záloga is, mert ha nem tudjuk működtetni a magyar gazdaságot, akkor nincs magyar szuverenitás, akkor nem tudunk önállóan dönteni a saját sorsunkról, márpedig akkumulátor nélkül ez nem megy. És ha ez így van, akkor viszont az a kérdés, hogy lehet-e akkumulátorgyárat úgy építeni, hogy az egyébként a környezetében élő emberek életminőségét negatív módon egészen biztosan ne befolyásolja. És ezen a ponton azt gondolom, hogy kell odafordulnunk a debreceniekhez, és azt mondani, hogy igen, megértjük, hogy emiatt aggódnak, hiszen mégiscsak egy új technológiáról van szó, amit ők nem ismernek. És ezért nekünk az az elvárásunk, hogy a lehető legszigorúbb szabályokat kell felállítani, és azokat be kell tartani, amikor akkumulátorgyárokat építünk, annak érdekében, hogy ezek a félelmek, ezek megnyugvást találjanak, és mindenki láthassa, hogy egy ilyen akkumulátorgyár az a környezetében élő emberekre semmifajta veszélyt nem jelent. És még egy külpolitikai témára van egy percünk. A finnek megköszönték, hogy a magyar parlament ratifikálta és elfogadta a NATO-hoz való csatlakozásokat. A kérdés az, hogy röviden mi lesz a svédekkel? Náluk pattogalap, de hát mindenki hallhatta, láthatta az elmúlt hetekben a híradásokban. Sokan szedték össze, hogy az elmúlt 12-15 évben milyen véleményt alkottak svéd parlamenti tisztviselők a magyar demokráciáról, a magyar demokrácia állapotáról, hogyan kívánták az Európai Unióban megbüntettetni Magyarországot. Én azt gondolom tehát, hogy itt most nem rajtunk van a sor, hanem rajtuk. Tehát tisztázzák ők ezt a kérdést. Ha ez sikerül, akkor természetesen állunk elébe. És ha megígérik, hogy a jövőbe szövetséges módjára fognak viselkedni? Akkor semmi akadálya a NATO csatlakozásuk ratifikálására. Nagyon kellemes hétvégét kívánok viszont önnek. Viszont mindenkinek és a nézőknek. A stáb és a nézők nevébe, és természetesen az ünnepek előtt azért még visszavárjuk. Hollik Istvánt, a Magyar Parlament Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját és parlamenti képviselőjét látták. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Előzetesek, és már is jövünk vissza.